de jó lesz. Na, még egyet. Várjál, Luk nem ott van. Várjál, nem ott van a Luk. Ó, na most jó. Jól van. A zeneiskola pedagógusa Fritz Józsefné fuvolázni és furujázni tanítja a növendékeket. Elmondása szerint fontos a gyerekeknek a tapasztalati élmény, ugyanis az ösztönzi őket a hangszerrel való megismerkedésre. Innen jött a nyílt nap megvalósítása ebben a formában. Szerintem nagyon érdekes az, amikor egy gyerek számára egy ismeretlen területre betéved, és a kíváncsiságát, a játékosságát föl tudjuk éleszteni. És ez a kíváncsiság, ez a kis mozgás, hogy ő meg akarja nézni, meg akarja fogni, ki akarja próbálni, ez ugye ad egy ilyen lendületet egy újdonság felé, ami kicsit nyitja őket. És ugye a szülőt azt könnyen el lehet csábítani azzal, hogy a gyerek szeretné, ki akarja próbálni. És ez ilyen jó motiváció, hogy kíváncsiak vagyunk. Mi is ő rájuk, hogy ők mit csinálnak. Ugye ilyenkor nagyon sok mindent le lehet szűrni abból, hogy egy gyerek mennyire nyitott az újra, mennyire nyitott a mi személyiségünkre. Ugye ez egy interaktív tanítási módszer, mindenképpen egy hangszeres óra, hogy ketten vagyunk, a gyerek meg én, és ebből kell kihoznunk azt, hogy ebből hosszú távú, nagyon jól gyümölcsöző kapcsolat alakuljon ki. Mert csak úgy fog gyakorolni, hogyha rá tudom szedni. Mert önmagában a gyakorlás azért nem annyira élvezetes, tegyük hozzá. Úgyhogy ezt szerettük volna, hogy minél több gyerek érdeklődjön, minél több gyerek ki tudja próbálni, ki tudja választani, hogy ő neki melyik tetszik. Ugye én például zongorázni kezdtem volna el, de nem vettek föl, mondván, hogy kicsi a kezem, és egyébként is sokan vannak a zongorán. Sírtam kint a folyosón, ugye most akkor mi lesz vele, és akkor behívott egy tanárnéni, hogy nézd, itt van egy szép csillogó valami, neked meg szép szád van, próbáljuk ki, hát ha összeilletek. És beleszerettem a fuvolába, és ennyi történt. Úgyhogy gondolom, mi is próbálkozunk itt ilyenekkel, hogy valaki beleszeressen egy-egy hangszerbe. Minden évben szoktunk csinálni, de ennyire hosszasan, tehát két napra nem szoktunk tervezni, és úgy szoktuk inkább csinálni, hogy kimegyünk óvodákba, iskolákba, és ilyen kis hangszerbemutató koncertet tartunk. De az, hogy kipróbálja a gyerek a hangszert, az mindig egy plusz dolog, ami ugye itt bent folyik, az egy kívül nem olyan látványos. Mert kint, amit játszunk, az egy látványos dolog, de itt bent ugye dolgozunk, tehát itt egy munka folyik, egy tanítási folyamat, amiben belenézni sokkal érdekesebb, mint kint meghallgatni egy sősvárnapot például az udvaron. És ez azért sok motivációt ad a gyerekeknek, hogy mi történik bent az órán. Ők bejöhetnek minden tanárhoz, megnézhetik ki a szimpatikus, összeismerkedhetnek, mert például trombitából is több tanár van, zongorából is több tanár van, szolfést is több kollega tanít, fuvolát is ketten tanítunk, hogy nem mindegy, hogy nekem melyik tanára szimpatikus, vagy a tanárnak melyik gyerek szimpatikus, mert ha nem jönnek össze, nem tudnak összehangolódni, akkor sokkal nehezebb a munka. És azért jó, ha a gyerek is ki tudja választani, meg a szülő is, hogy neki ki a szimpatikusabb. És ez egy olyan nagyon jó dolog. Miután nem mindenki tanít minden nap a zeneiskolában, tehát vannak, akik csak bizonyos napokon tanítanak, úgy próbáltuk meg elosztani, hogy a napokon belül mindenkihez jusson nyílt terület, tehát hogy a klarinétos tanár az ugye csütörtökön van, tehát akkor ne szerdára tegyük, mert akkor a klarinéttal az tanító kollégával nem találkozik a gyerek, hanem akkor legyen szerdán is, meg legyen csütörtökön is, mert így a két napon mindenkivel össze tudnak futni az érdeklődők. És van, aki már így elsőre tudja, hogy ő bizony trombitálni nem fog, és akkor őt azt nem érdekli, ő zongorázni akar, és akkor ki tudja választani, hogy melyik nap szeretne jönni. Meg hát ugye a szülők elfoglaltsága sem olyan egyszerű, úgyhogy elég nehéz beosztani az időt manapság, sajnos tudjuk. A zeneiskola épp zongorára gyűjt, jótékonysági koncertet is adtak ennek érdekében. Még messzinek tűnik a kívánt összeg elérése, így minden támogatást szívesen fogadnak. Hát a zongora ára az ugye a csillagos ég, meg még fölötte. Sajnos a legkisebb olyan zongora is, ami egy hangversenyterembe beleillik, az minimum 4,5-5 millió forintnál kezdődik. És most a koncert alatt összejött egy 400 000 forint körüli összeg, még csürrant cseppent innen-onnan egy kis adomány, de sajnos ilyen nagy vállalkozói támogatást eddig nem sikerült elérnünk, tehát majd alakul, tehát így nem adjuk föl, mindenféle pályázatra benyújtjuk a pályázatot az alapítványon keresztül, ugye van az iskolának egy Fusz János Zeneművészeti Alapítvány elnevezésű
szervezete is, ami ugyanezt a célt szolgálja, megtette céllá, hogy egy ilyen zongorához hozzá segítse az iskolát. Hát reméljük, hogy ez előbb-utóbb összejön. Ugye minden út az első lépéssel kezdődik, megtettük, és haladunk tovább. A lelkes oktatók nagy szeretettel várják az érdeklődőket és a jövőbeli tanítványokat.